a KDNP szóvivőjével, Pálffy Istvánnal. Jó reggelt kívánok a kedves nézőknek, jó reggelt Krista! Így van, tehát március 1-én tulajdonképp jövő héten pénteken lejárna a kilakoltatási moratórium, a KDNP viszont azt kezdeményezte, hogy 2 hónapra legyen meghosszabbítva ez az időpont. Pálffy Istvánt, a KDNP szóvivőjét arról kérdezem, hogy mennyire reális, hogy meg tudják ezt hosszabbítatni, illetve milyen segítséget jelentene ez, mi ennek az oka? Jó reggelt kívánok! Két dolgot mondunk ebben az ügyben. Azt, hogy a kormány gyorsítsa fel a családi csődvédelem megalkotását és a kodifikációs munkákat, hogy minél hamarabb, minél többen ki tudjanak jönni az adósság csaptából, és a hitelek egy részétől megszabaduljanak. A másik pedig az, hogy azokat, akiket a kényszerértékesítések, lakás ingatlan kényszerértékesítése fenyeget, tehát a moratórium lejárta után hosszabbítsuk azt meg 2 hónappal, hogy ez a fenyegetés elkerüljön a fejük fölül, különösen ebben az időszakban ezért fogunk dolgozni. Milyen segítséget nyújthat, hogyha törvénybe foglalják a családoknak a megsegítését, tehát a csődgondnok vagy csődbiztos kihelyezésével? Ez mit tud hosszú távon nyújtani a családoknak? Hosszú távon, mondjuk egy 5 éves távlatban tiszta lappal indulhatnak a családok, tehát újra hitelképesek, és az az erőfeszítés, amit eddig a hitelek törlesztésére fordítottak, sok fizetés, az nem megy kárba. Mert hogyha valaki 12 évig fizet mondjuk egy 25 éves futamú hitelt, és közben történik a baj, egészség, munkanélküliség, bármi, ami a világon megtörténhet, Isten kezében vagyunk, akkor óriási baj származik ebből. De hogyha fegyelmezetten egy csődbiztos irányítása mellett a hitelek egy részét, nagy részét, de egy részét letudja, a többitől megszabadul, és 5 év után tiszta lappal folytatódik, akkor ott van az élet esélye, akár a következő család, gyermek vállalása és a többi. Itt vannak olyan kezdeményezések is, amik esetleg a gyermekek tehetségével vannak összefüggésben. Mondaná erről pár szót? Annyi tehetséges gyermek van, és nekik nem szabad elveszniük ebben a folyamatban. Tehát, hogyha akár a művészeti oktatás, tanulmányok finanszírozására a családi költségvetésben el kell különíteni összegeket, akkor ezt egy ilyen rendszernek ki kell bírnia. Tehát úgy kell megalkotni akkor a háztartásnak a havi költségvetését a csődbiztos csődgondok vezetésével, hogy ez beleférjen, bele kell, hogy férjen. Pálffy István, a KDNP szóvivője, nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, március 1-én tehát van egy határidő, ami reméljük, hogy módosulni tud, és 2 hónappal legalábbis meg tud hosszabbodni.